Köszöntöm Önöket, ez a Győrplusz Televízió sportmagazinjának legújabb kiadása. Mai adásunk első összeállítása futszállal fog foglalkozni, egészen pontosan Bajnokok Ligájával. A Rába Eto'o FC ugyanis a hétvégén a portugáliai Lisszabonban tüsténkedett. Három mérkőzést játszottak, ebből kettőt sajnos elbuktak, ugyanakkor értékes tapasztalatokat szereztek a zöldfehérek, és ennek a három meccsnek most a rövid kivonatát mi megmutatjuk. A Győri Eto'o futsal csapata ott van Európa legjobb 16 együttese között. A futsal BL lisszaboni csoportkörének első meccsén meglepetésre óriási verésbe szaladt bele a Rába Eto'o FC. A házigazda Sporting 6-1-re verte a magyar bajnokot. Sajnos a továbbjutáshoz szőtt álmok alig, hanem már az első játéknapon tova tűntek. A csütörtök esti vereség után pénteken szépíthetett volna a Rába Eto'o FC az UEFA futsal kupában. A lisszaboni csoportkörben a zöldfehérek második ellenfele az Aláznák Szíván volt. A papírforma nem a győrieknek kedvezett, és ez a mérkőzésen be is bizonyosodott. Az első félidőben gyorsan megszerezte a vezetést az Aráz. Balázs bravúros védéseinek köszönhetően azonban ezt az eredményt meg tudták tartani a Rába partiak az első 20 percben. A második játékrész elején Nódiék többet támadtak, ám a sorozatos kontrák végén mégis az azeriek léptek meg két góllal. Ezután hasonlóan az előző találkozóhoz ismét 5-4 ellen próbáltak játszani a győriek, de ez is kevés volt. Az Aráz a végéig még kétszer beköszönt, így 5-0-ra maradt alul a Rába Eto'o a második mérkőzésén. Két nulla pontos csapat találkozik egymással a futsal BL elitkörében. A vasárnapi ebéd után nem sokkal az utolsó elitkörös találkozóján lépett pályára a Rába Eto'o FC. Két nagyon nehéz ellenfél után ezúttal a könnyebb falatnak tűnő Eindhoven következett. Nem kellett sokat várni a győri gólra, sőt az első háromra sem, hiszen Drót Zoltán két perc alatt háromszor is betalált a hollandoknak. A szünetig még kétszer köszöntek be a Rába partiak, így 5-0-ás előnnyel vonultak Lódiék az öltözőbe. A második félidőben ugyan szépített az Eindhoven, de a zöldfehérek is tovább folytatták a gólgyártást. Közönség szórakoztató mérkőzésen 7-2-es győzelemmel búcsúzott a Rába Eto'o FC a portugáliai elitkörtől. A múlt hét második felében a győri Audi Eto'o KC előző szezonjáról, a klub történetének legsikeresebb szezonjáról szóló Újjászületés című könyvet dedikálta a zöldfehérek néhány játékosa, többek között Kovacsics Anikó és a norvég Katrine Lunde. Velük beszélgettünk a dedikáláson. Eszedbe akkor, amikor hallottad, hogy lesz egy könyv erről a bizonyos BL győzelemről? Amikor először hallottuk, akkor így nem is maradt meg senkiben, nem is beszéltünk róla. Mikor ugye elkezdtünk beszélgetni Bálint Mátyásról, aki írta a könyvet, így az egész szezonról, akkor úgy gondolkodtunk, meg így megfogalmazódott, hogy ez így egy bele lesz írva, akkor tényleg valami nagyon jól sülhet ki belőle. És hát úgy néz ki, sikerült is, jóra sikerült. Nem csak innen-onnan kapottuk össze a gondolatokat, hanem sorba mentünk, meccsekre, meg történési sorrendbe, és igen, élveztük így felidézni mindent, és az meg még jobban meglepett például engem, hogy egyes szituációk, amiket meséltem, vagy történetek mennyire meglepte őt, pedig nekem annyira nem volt extra, meg semmi, és mégis, szóval ilyen apróságok is milyen sokat tudnak jelenteni mindenkinek. Nagyon jó dolognak tartom, hogy írtak egy könyvet erről a nagyszerű évről. Sajnos nem tudtam elolvasni, mert nem angolul van. Volt valaki, aki lefordította neked a csapatból? Igen, de ez egy nagyon hosszú könyv. Jó élmények jutnak az eszedbe, ha lapozgatod? Igen, nagyon jó. Amikor nézegetem a képeket, eszembe jut minden lépés, ahogy eljutottunk idáig. Később még jobb lesz, hiszen most még frissen él bennem az élmény. Reméled, hogy megjelenik angolul is a könyv? Yes, I hope it. Igen, de nem hiszem. Talán még jobban meg kellene tanulnom beszélni és olvasni magyarul. Például nagyon sok
minden szól a fociról, edzéseken, hogy mennek a focik, meg ki hogy játszik, meg mennyire pörög rá, és hogy ez is mennyire érdekelte például már akkor Matyit, és elég sokat is írt róla, de nagyon jó lett, mert tényleg apró részletek le vannak írva. Jegybe az egészet még nem sikerült elolvasnom, de így részleteket meg, amiket így láttam, hogy jobban érdekelnek. Nem is a egyéni írásokat olvastam, azt még szinte egyáltalán, hanem mi közösen így megszólalunk. Az nagyon jól sikerült szerintem az a rész, hogy valakinek a gondolata ki van emelve, és ezt olvastam, és tetszett eddig, úgyhogy majd most jönnek külön-külön az emberek is. Az elmúlt hét végén évet zárta a Győri Vízügy Spartacus Evezős Klub, az az egyesület, amely az elmúlt esztendőben, azaz 2013-ban 136 éves történelme során először nyerte meg az országos bajnokság felnőtt 8-as versenyét. Az évzáron természetesen mi is ott jártunk, és most megmutatjuk önöknek. Legbüszkébbek, ugye a felnőtt 8-as magyar bajnoki aranyérmére vagyunk, de emellett született még plusz 14 magyar bajnoki aranyérem, tehát őket sem szeretnénk kivételezni. Ezen az évadzár vacsorán először kerül átadásra a németi Mihálkovics versenyen. A legjobb győri evezősnek ítélt díj, amelyet a németi család ajánlott fel. Ezt minden évben szeretnék átadni. Most első alkalommal, ez már nem titok, elárulhatom, hogy ezt Bedők Gergely kapja. A férjem volt németi Ernőnek az unokája. Sajnos ő már nem él, ő is evezős volt, dr. Németi Györgynek hívták. Én vagyok az özvegye, és képviselem a németi családot. És mivel a családunkban nagy hagyomány volt az evezés, hát természetesen én is mindig nagy szeretettel jövök ide az evezősök közé. Tudnék a nagypapa, Ernő nagypapa, akiről márványtábla is megemlékezik a Győri Csónakház falán, sőt Balatonfüreden, mert az első balatoni vitorlás versenynek is ő volt a szervezője. Úgy írta róla Mihálkovics Tivadar, hogy a vizek szerelmese volt. Hát egy kicsit ez a németi családban ez a hagyomány megmaradt. Győr legeredményesebb versenyzője voltam, és ezért kaptam meg ezt a díjat. Indultál a nemzetközi versenyeken? Tavaly az Európa-bajnokságon, Müncheni nemzetközén. Indultam Brünóban is, és még idén Lucernben a Genesz kupán is részt vettem. Mik a terveid a jövőre nézve? Ugrasz a korcsoportot? Igen, jövőre az 23-as korosztályba lépek, és hát továbbra is edzek. Próbálok jó eredményeket elérni. Ez nagy falatnak ígérkezik. Igen, az lesz. Mit lehet tudni a Pákász kupa győzteséről? A Pákász kupa győztese idén Révész Péter. Említetted ezt a bizonyos 8-ast. Ez miért olyan nagy szó ez az eredmény? A 8-as magyar bajnok aranyérme azért fontos számunkra, hiszen a klub fennállásának 136 éves történetében először sikerült a klubnak ezt a számot megnyerni. Folytatjuk Balek a pályán sorozatunkat, amelyben ezúttal a vívásba volt alkalmam bekóstolni az Angels Vívó Sportegyesület jóvoltából, és a vívásnak természetesen mindhárom szakágába, a kardba, a törbe és a párbaj törbe. Maradjanak velünk, annyit előre elárulhatok, hogy 2016-ban Rióban azért nem leszek én a következő Szilágyi Áron. Yeah.
Sportmagazinok hűséges nézői ismerik a Balett a pályán című sorozatot, amelyben ezúttal a ti jóvoltatokból a vívással lesz alkalmam megismerkedni. Mi mindennel készültetek? Mi fog történni velem? Én egy kicsit azért tartok ettől az egész történettől. Azt fogták mondani, hogy 30 év felett az ember már máshogy viseli el az ütéseket is, és ezáltal szerintem a szúrásokat is. Van okom félni? Szerintem nincs okoz félni. Én is szeretettel köszöntöm a nézőközönséget és a Győr Plusz riporterét, hogy eljött meglátogatni minket a terembe. A mai alkalommal egy vívásra előkészítő kis bemelegítőn fogsz átmenni, megnézed, hogy milyen erőnléti dolgok szükségesek, kéz-láb koordináció, hogyan befolyásolja a vívást. Utána átveszik, hogy milyen fegyvernemek vannak a vívásban, mik azoknak a specialitásai. Utána, mint egy edzőn kipróbálod ki azokat, vagy egyet-kettőt, hogy milyen szúrni, vágni, és ha még idő adja, akkor legfeljebb be lehet kötni egy próba erejéig egy asszóra. Itt az előbb én rengeteg kitörést láttam. Fog fájni a hátsóm, mondjuk másnap? Tehát hol? A rengeteg kitöréstől? Attól függ, mennyire mennyi sportos. Aha, tehát mégiscsak szokatlan lesz. Nem biztos, mert ha napi rendszerességgel mozogsz, ha ízületei jól működnek, akkor nem hiszem, hogy gond lesz belőle. Rendben van. Ez, amit itt tartok a kezemben, ez milyen fegyver? Ez egy tőr. Ez tőr. Ezzel is meg fogunk akkor ismerkedni. Ezzel is, igen. Rendben van, akkor vágjunk bele. Akkor a bemelegítést kezdjük egy kis keringésfokozással, egy futás oda-vissza itt a teremben. Külső talpélen járás. Azaz jól, a bokát kell kifordítani, nagyon fontos, hogy az ízületek megerősödjenek. Azaz, a vívásban, ahogy állnak, és könnyen ki tud mozdulni a boka, a szalagokat oldal minden irányba meg lehet ezzel erősíteni. Elég. Hát nem tudom neked megmondani, hogy mikor csináltam ilyet utoljára. Fontos, mert vívásban minden, főső testrész, alsó rész, minden mozog. Ez a kitörés, ez fontos. Igen? Igen, mert itt könnyen a combnál húzódik a... Az. Folyik a víz. És most nekiállunk akkor a vívás alapjainak. A vívás, vívóállás, onnan előrelépés, hátralépés, kitörés, ezeket fogjuk átnézni. Úgy, ahogy a gyerekeknek tanítjuk ezt. Jó? Rendben. Vívóállást úgy tanuljuk a gyerekeknek, hogy kiinduló helyzet, válszíles terpeszállás, párhuzamosak a lábfejek, térthajlítás, és sarkon, neked bal láb, nekem jobb lábon, sarkon, lábfejfordítás. Úgyhogy a sarkaid a vonalon maradjanak, a lábak. Sarkak vannak a vonalon, ha? Egy vonalban van ez a vívó vonal. Ha? Benne vagy, és ez a tökéletes vívóállás pozíciója. Még egyszer. Jó, válszíres terpeszállás, térthajlítás, és csak sarkon, törzs az marad, a törzs nem fordul, azaz csak a láb. Ha kifordítod a törzsedet, nagy találati felületet adsz az ellenfélnek. Ha, igen.
Hoz. Hátra lépésnél a hátul levő lábat fogjuk először hátra tenni, és vissza, ez a hátra, és vissza, és amennyit, amekkorát hátra lépünk a hátul levő lábbal, utána ugyanakkorát lépünk hátra az előlevő lábbal. Egy hátralépés, egy, és kettő. Csúsztatom, vagy emelem? Emeled. Emeled. És sarkadél le. Ami fontos, hogy a vívásban a mozgás úgy történik, hogy csípődjön laza, a törzs az már nem emelkedik, hanem csak a láb megy. Olyan, mintha belennénk szorítva egy plafon fölé. És mármint alá? Plafon igen. Alá, igen. És úgy haladsz, és hátra, és megy. És ez a hátralépés. Itt külön mennek a lábak. Előrelépésnél az előlevő láb indul. Nagyon fontos, hogy nem lábfeje, hanem sarokkal indítunk, vagyis először fölemeljük a lábfejet, és csak kitesszük előre a sarkunkat. Törzs az marad, és vissza. És lábfejemelés, sarok, ki. És vissza. Ennél fontos, hogy szinte csúszson a sarkad végig a talajon. Emelled, csak mint egy papírlapot vagy egy pénzérmét ki szeretné a talpad, sarkaddal rugni. És vissza. És ki. És vissza. Ez miért olyan fontos, hogy a sarokkal kezdődjön? Mert ahogy leteszed a lábad, így gördül. Így tudsz gyorsan menni. Mindjárt mutatjuk, mert fontos, hogy együttemre fogjuk végighajtani az előrelépést. Eznek az a szerepe, hogy egy instabil pozíciód van lépés közben, míg előrelépsz, vagyis nehezebben tudnak közbetámadni, mert ha külön megy a egy, kettő, akkor a mozgásodban könnyebben közbe tudnak támadni, így viszont, hogyha majd fog menni, hogy egy, és egyszerre ír le a két láb, mire a lábfej leír, hogy egy, és mire leír kettő, ez egy ütemre meg tudod csinálni, egy instabil helyzet van a mozgásodban. A vívók egyébként jó táncosok? Hát, biztos. Csak ez nem tánc, mert itt a csípő laza, törzs nem mozog. Következő mozgás a kitörés, ez a vívó akció, vívásban a támadó akció. Oké. Nagy terpeszállásba állunk. Igen. Párhuzamosak a lábfejek. A bal lábadra áthelyezed a súlypontot térthajlítással, és sarkon kifordítod a lábfejedet. Ez egy kis kitörés. Már tőlem kicsi vagy tőled? Tőlem is, tőled is. Ezzel szoktuk tanulni. Jó. Oké. Ez a kitörésnek a végpozíciója. Innen úgy történik a... Igen. Fölállás kitörésből úgy történik, súlypontot áthelyezzük a hátul levő lábra, térdet hajlítunk és fölállunk. És a vívó állásba érkezünk vissza. Oké, most hozzávesszük a kezet, jó? Jó. Akkor kéztartás, magas tartásba fölem, mint egy balettos, és onnan leengeded. Ez a hagyományos kéztartás. Ide jöjjön le, mert lent, innen fog szúrni szinte előre. Manapság már nem itt tartják hátul a vívók a gyors mozgás véget, hanem valahol oldalt. Mert innen könnyebben tudnak lendületet venni, másrészt meg egyensúlyozásra szolgál. Oké. Párbaj törbe, meg minden fegyvernembe kitörés, indul a kéz, jó? Vagyis kitörésnél. Kéz indul, kinyújtjuk, utána megy a kitörés lába, és ott marad a hátul levő kezet. Hátra csapjuk, mert ezzel veszük a lendületet, és fölállásnál ezzel visszakapjuk, és marad kint a kéz, és úgy visszajön. Megnézzük, hogy milyen fegyvernemek vannak vívásban, és hogy azok között mi a különbség, mi a közös. Egyik legismertebb és a országban legsikeresebb sportág az a párbajtör, az egyik. Ennek ilyen furcsa markolata van? Különböző markolatokkal van. Van francia markolata, ami úgymond hasonlít ehhez, ez ilyen egyenes, de lehet ilyen pisztolymarkolatú. Ez a belga markolat. Ennek a jellegzetessége, hogy itt minden testre történt találat érvényes találat. Azért van ilyen nagy kosara, hogy a kezedet rögtön védje, mert a kéz a legközelebbi találati felület az ellenfélhez. Vagyis itt már csuklóra lehet szúrni. Itt aki megszúrja a másikat, az kap pontot. Következő, az a tör. Ez a párbajtörhöz hasonló, ez szúró fegyver ugyancsak. Viszont itt csak a törzs az érvényes találati felület, ehhez, hogy ezt ki tudjuk jelezni, ehhez fölveszik a versenyzők, fölveszik ezt a úgynevezett lami ruhát, ez egy fémszövetes ilyen ruhanemű, ezen keresztül záródik az áramkör, amikor megszúrják őket, és így van
így jelzi ki a gép az érvényes találatot. Ha ez benyomódik, és nem ér hozzá, nem zárul az áramkör ezen körül, akkor érvénytelen a találat. Értem. Ami ebben még fontos, és eltér a párbajtörőtől, hogy ez konvencionális, hogy számít, hogy ki a támadó. Itt a bíró dönti el, hogy ki kapja a találatot, hogy ki volt a támadó. Értem. A harmadik fegyver nem a kard. A kard abban hasonlít a törhöz, hogy konvencionális, vagyis számít, hogy ki a támadó. Itt csípőtől fölfelé minden érvényes találati felület, a fej, kéz, derékig minden. Ehhez hasonlóan van egy lamé, ami annyiban eltérő, hogy ennek van ujja. Belül kifordítva kicsit olyan, mint egy pizsama. Igen. Ezt megmutatjuk. Ez egy előcipzáros. Szóval ez ennyibe eltér, és itt a fejvéd is teljesen vezető. Szóval teljesen fém színű kívülről, mint egy rozsdamentes acélból készült. Ez hogy kívülről, vezessen. Kívülről úgy néz ki, mint egy cápatámadás ellenvédő mellé, belülről pedig pizsama. Kezdjük akkor mondjuk a karddal, jó? Karddal, nagyon jó, oké. Te is kapsz egy hónajvédőt. Jó? Ez egy hónajvédő. Ez hónajvédő. Most bal kezre fölhúzom, kifordítottam egy jobb kezeset. Jó? Nagyon jó, kifordítottál egy jobb kezeset. És akkor ez így... Lehet rajta engedni, ha szorít. Amire mondjuk nem számítottam, hogy teljesen új illata van. Tehát, hogy így ki van mosva, ugye? Jól érzem. És akkor egy kardfejvéd. Ezt még nem eszköz. Jó. És egy kard. Okay. És most már mehetek a csatába. Most már indulhatunk a csatába. Az elején egy tisztelgés, igen, ami áll egy alapállásból. Kinyújtjuk. Nem kell, föl és vissza. Ennyi. Tercállás, maradj bent tercbe, azaz. Áthelyezem a hegyemet a másik oldalra, át kell vinni kvartba, befordítod az öklödet, de be kell hozni előre, mutatom, fordítás és behozni, hogy jön a vágás, és azaz, ez egy kvartvédés, és vissza tercbe vidd, vissza forog és kivisz, ez az, ez a két alapvédés. És terc és kvart, kvart és terc, és van még a fejvédés, kvint, azaz. Úgy, mert jön a fejvágás, arra kell védeni. Azt így próbaképpen, próbálj meg, hogy pöcköld meg a fejvet, hogy ez mennyire fájdalmas. Fáj, de tényleg óvatosan. Oké. Nem megpöcköm, vágni fogok. Ez azt egy... a mindenit. És... Ez nem ijesztő. Nem ijesztő ez. Ez nap mint a tagabi százszor is akár vágnak. Most az ujjamra azt éreztem. Au! Ezt nagyon komolyan mondom, hogy olyan ijesztő konzervdoboz hangja van belülről, húha, jó. Jó, és most kitöréssel meg fogsz támadni fejre. Állsz tercbe, terc, azaz, nagyon jó. Úgy? Igen, kardba ez az alap. Innen indítod a hegyet, vezeted rá, befordítod az élet, és rávágsz egyet ide fejemre. Kitöréssel. Indul a kéz, igen. És úgy. Azaz, és áll. És visszaállsz tercbe. Azaz, még egyszer. Indul a hegy, kézindul és vágjál. Megmutatom egy pillanatra, jó? Nem mozdulj meg, fejvágást indítok. Indul a... Várjál, ezt elkezdjük magam. Jó. Indul a kéz, és a vágás addigra, akkor fejeződik be, amikor a lábam a talajra ér. Elindul, és ott pat. Koppanik rajta. Jézusom. Elindul a kéz, és akkor koppanik, amikor a láb van a földön. Indíts egy egyenes fejvágást, és ezt
kivédem Quintel, és innen jön egy visszavágás fejre. És akkor nézzünk meg egy másik fegyvernemet. A következő fegyvernem akkor párbajtőr lesz. Megnézzük, hogy hogyan kell pontosan ezt fogni. Ez egy pisztolymarkolat. A fontos a tartás az olyan, hogy amikor megy magot, kilövöd az ujjaid közül, itt megfogod tőbe, a középső ujj jön ide a ravasz elé, és a gyűrűs kis ujj pedig a neki kiképzett helyre. Ez még alá jön. Alá, úgy, ez megkerülve megfog. Igen. Ez ide fölülje, itt a ravasz, azaz, és ez a helyes fogása. Most jön a tisztelgés. Igen. Jön egy. És most föl a fejvédés, íróállás. Ez másabb lesz most, mint kardba. Itt jön előrébb a kéz, kinn a könyök. Ez sixth állás. Ez a tercnek a testvére, ez sixth. Itt is ugyanúgy van a kvartvédés, meg a sixth. Innen van még alsó védés, az oktáv, meg a szerkő. Alsóban van egy belső, egy külső, és ugyanígy van a fölül is. Meg van négy védési pozíció, ezek az alapok. Ez egy szúró fegyver, nem? Itt szúrni kell, ami nagyon fontos, hogy a hegyet kell irányítani. Jó? Szépen csinálsz egy kitörést, segítek benne. Indul a kéz, ugye? Jön a kéz, és jön a kitörés, és szúrjál meg. De jó, hajoljon meg, a lábad jöjjön, hát ez nem kitörés. Még jöjjön. Még, szúrj meg. Na, de úgy, így. Azaz, ez egy szúr, és a mája kezed. És állás. És a hegyed az válmagasságban van, ökölkint, mert így, ahogy most állsz, kint van az alkarod, vagyis én oda tudok szúrni. Igen. Ezért ide ki kell vinni az öklöt, mert a kosaraddal tudod védeni az alkarodat. Nincs vágás, csak akkor van érvényes találat, ha benyomódik a hegye a párbajtőrnek. A hegyének 750 g-ot kell kibírnia, és résre mérik, 25 század milliméterig nem jelezhet ki. Indul a kezem, megy a kitörés. Ez fáj! Ez kényelmetlen. Nem edzettek a hasizmod meg a mellizmod. Ez nem hasizom, mivel, ez csont. Mindenkinek ugyanolyan. Ebbe van... Bocs! Én indítok egy egyenes támadást, felső vonalban, az kivédett kvarttal, és utána elengeded, amikor visszálltam, és egy alulra mutatsz egy vonalat, elindítod, de a hónaljam alá, és oda jön a kitörés, szúrással. De szúrj meg, és jöjjön a lábad. Megyük le a fejvédet. Tisztelgés, egy, kettő, és készfogás fegyvertelen kézzel. Köszönöm, egészségedre, de itt még az edzésnek most nincs vége. Nézzük meg, hogy mi történik a páston. Olyan, mint az Avatar, nem? Amikor a farkuk... Vagy fölcsatlakoztatlak a Matrixba, való világba. Igen. Azaz. Tisztelgés. Azaz. Állás. Vívó állás, azaz. Készen. És rajtra indul, rajta. Hát te is támadhatod, támad meg! Na, állj! Találat, tus. Állás. Tudod, mi a falat? Azt felmondom neked, hogy nagyon viszont a jobb szemed, és nem tudom megbetalni. Hát benyúlsz a fejvéd alatt aztán. De nem tudom. Ja. Szúrd meg, nyújtsd ki a kezedet és kitörés, azaz, és menjen, menjél. Azaz, látod, találtál. Világkulcs! Köszönöm szépen! Egy élmény, várj! Ugyan, bocsánat! Leveszed a fej! Leveszem először? Igen. És készfogás? Egy élmény volt, nagyon jó volt. Megjöttem. Megszúrtad?
Megszúrtam, bocsánat. Megböknyi a hölgyeim, én szoktam, bocsi. Na most akkor vonjuk le a konzekvenciát, jó? A konklúziót, hogy okay. Mondjuk Rióban lesz-e újabb Szilágyi Áron, mondjuk lehetek-e én az. Mit szólsz egy első neki futásra? Sok szerencsét kívánnék, de nem hiszem, hogy ez megvalósulhat. Jó, akkor viccet véletéve milyen voltam? Látszik, hogy vannak sportoló adottságaid, szereted a sportot, azért sok mindent kellene finomítani, ez a vívásnak a bonyolultsága. Ez egy nehéz sportág, aszimmetrikus, aciklikus. Világos. Szóval még első neki futásra nem állnám meg a helyen. Hát ez nem, igen. Itt köztetek? Itt se. Másik nagyon köztetek. Szépen köszönjük, hogy eljött. Köszönjük, nagyon jó volt, hogy én köszönöm. A győri sportélet büszkeségei mesélnek sorozat újabb állomásának, ezúttal a győri műjégpálya adott otthont, ugyanis górcső alá vettük a győri jégsportot és az azért tevékenyen dolgozókat. Szarvas Zoltán és barátai meséltek nekünk a több mint 30 éves munkáról. Hát ugye ez úgy kezdődik, az egészen győriek vagyunk, hogy a jégsport az azért Győrbe elég nagy hagyománya volt. Hát ugye itt a Matyi bácsék idején volt két jégpályánk, szabadtéri nyitott, és ugye mi gyerekkorunkban Rábapartra jártunk, nem a teniszpályára, az volt a nagyobb pálya, és ugye ott kezdődött az a szokás, hogy mi megcsináltuk este a jeget, vagy elkezdtük tolni a jeget, egy-két szerintem van, aki ugyanígy nőtt föl, és hátul kaptunk egy felületet, ahol csináltunk egy pályát. Tulajdonképpen minden gyerek jégkorongozott, mert emlékszem, akkor középiskolás iskolákban volt iskolás bajnokság, kispás, ami hihetetlen, és ugye szabadtéri jéggel, ami lehet, hogy azt mondom, lehet, hogy egy hétig volt jég, de nekem úgy tűnt, hogy egész télen korcsolyáztunk. A régi rendszerben ez úgy volt, hogy a hűtőház, a húsipar és a vízmű üzemeltette a pályát. Tisztel Károly volt itt a műszakvezető, és ő is ilyen sportos volt, és akkor elkezdtünk esténként korcsolyázgatni, hokizgatni. Így kezdődött az egész. És ugye volt egy olyan problémás eset, ami nálunk is akkor is megvolt, hogy elkezdtek a gyerekek kalózozni, és azért mi itt már a karcsival nézegettük, hogy itt van egy-két ügyes gyerek, hát szedjük ki őket, inkább felajánlotta nekik azt, hogy esténként akkor inkább hokizzanak, és elkezdtünk hokizgatni keresztbe. Itt azért volt egy-két pártfegyelmi, mert akkor ugye november 7-re kellett jégpályát csinálni, egy-két ismerős kollega ezt tudja, hogy azok így működött, és véletlenül november 1-én olyan idő volt jég. És akkor el kellett mennem nekem is tanúnak a munkaügyi bíróságra, hogy hát igen, próbaüzem volt, azért volt jég. Meg hokiztunk este, a rólba be volt téve a pálya közepire, és hokiztunk. Ugye valaki, hogy látta, hogy jég a villany, megint pártfegyelmi, hogy este milyen dolog ez, hogy sportolnak az emberek a jégen, mert ugye 8-kor bezár, akkor bezár. A Műzsuzsáik vették át a jégpálya üzemeltetését, és akkor a Móroc Józsi jött ide, mint műszakvezető, és akkor jöttek a barátainknak a gyerekei, és akkor lett az a gond, hogy a gyerekekkel mit csináljunk. És akkor én elkezdtem a gyerekekkel foglalkozni, közben azért már, hogy kezdett összejönni amatőr szintű csapat. Péti csapat, meg egy szlovák csapattal csináltunk egy ilyen amatőr tornát. Akkor jött az a ötlet a szövetségtől, hogy hát induljunk-e OB2, mert akkor volt OB2-nek B csoportja. Abban azért híresek voltunk, hogy mindig igazolni tudtunk. A szlovák kapcsolatból hoztunk 3 szlovák barátot amatőr szinten. Hát véletlenül hoztunk egy olyan kapus, a Sajklavát hoztunk, aki a szlovánnak volt a kiöregedett, akkor extraligás kapus, a taxis volt. És az is lejött, meg Sajklavaz, meg valamikor játszott, és 3 öreggel elkezdtünk játszani. És jött a Debrecen, sose felejtem el, jöttek ide, és jöttek nagyon. Hát azt nem ütünk annyit, tudod, jött ez a, tudod, hogy szegények, meg hát tényleg, ahogy kinéztünk egy-két szerelékkel, hát látszott azért, hogy nagyon amatőr a dolog. A vége az lett, hogy 8-0-ra megvertük őket, de olyan volt, hogy én a Lajossal hátul voltunk, mint a
pásztor, fogtuk a botot, a gyerek ott elment, mondták, hagyjuk majd a sajtlava kivételés. Akkor volt egy orosz buszsofőr, játékosok, aki még most is ott van, a Vasszor. Az a harmadik, vagy negyedik, ötödik ilyen zicserni, fogta a botját, így összetörte a kapun és lement. És olyan kapusunk volt, hogy extraligás volt, gondold el, és nyugodtan mondták, hagyjuk majd egyedül kivételés. És 8-0-ra nyertük, és a vége az lett, hogy ugye utolsó meccset Debrecenben játszottuk, és 7-0-ra kaptunk ki, és egy góllal ugye, és így lettünk OB, első indulásunkra lettünk OB 2-es B csoportos bajnok. A Fehérváron volt egy ilyen utánpótlás felmérés. És akkor mondták, hogy menjünk föl gyerekekkel, akkor volt az, hogy gyerekkel fölmenni. És ugye érdekes módon az idők egész jók voltak a stopperval, egyedül a koronggal nem tudtunk bánni úgy, mint a többiek, mert ugye azért nem játszottak, csak edzegettek. És akkor volt az, hogy a Ocskai Gaj mondta, hogy az Oli Kárt, a fiamat vigyen föl, és akkor ott elkezdett az Olika Fehérváron játszani, és így ott az elesett dolgokból itt elkezdtünk edzeni. És akkor a komáromi kapcsolatból volt egy Ferenc Tomi barátunk, aki a Mészáros kapusa, Gyurival, lejöttek ide Győrbe edzőnek, és innentől kezdve számoljuk azt, hogy itt télen már akkor volt edzés, volt utánpótlás, és akkor már olyan neveket tudtunk leigazolni, Boris Puskarjov, aki ugye a Fehérvár ugye kapcsolatom volt, és ugye aki ott kiüregedett, azokkal jobban voltam, és először a Boris jött. És akkor Józsit ott ismertem meg, és ugye itt lett egy nagy változás. Volt egy olyan évünk, most így visszakapok, amikor eldurrant a pályán a cső, és egy évig nem volt jégpályánk. Mi úgy lenyomtunk egy évet, hogy nem volt jégpályánk, és Komárnóba jártunk este edzésre, meg Tatabányára. Mikor még játsztam, akkor örökké minden edzés végén, vagy amikor találkoztunk, akkor örökké, mikor jössz, mondtam, hogy hát akkor megyek, akkor tudunk tárgyalni komolyan, amikor tényleg abba hagyom, és azt kell tudni, hogy én is már 36 éves voltam, 35 éves, úgyhogy elég nehéz volt a csapatba bekerülni ott is. Örökké, amikor kezdődött a felkészítő, örökké negyedik sorba kezdtem, aztán kellett azért nekem is iparkodnom, hogy valahogy azért oda kerüljek az első két sorba. Aztán a szezon végére örökké ott voltam, tehát föltornáztam magamat, és volt egy olyan időszak, amikor azt mondtam, na most akkor jobb, ha azt mondom, hogy na most vége, mint hogy jövőre kifütyüljenek, vagy valami legyen, és akkor mondtam a Zolinak, hogy tárgyalhatunk róla Tibivel, szerintem minden héten ott voltak nálunk. Mondtam, hogy elég, akkor lejövök egy pár hónapra, nézzük meg, hogy mi történik. Buszoztam, két napot itt voltam, akkor vissza Fehérvárra megint, és akkor egy év után eldöntöttem, hogy kész, na, akkor lehozzuk a családot, és akkor itt letelepedünk, újra kezdjük az egészet. Egyik ismerősöm az Téten lakott, és Fehérvárra ugye költözött, és amikor meghallotta, hogy nekem a Stadion utcában akarnak lakást adni, azt mondja, hogy te nem vagy normális. Hát ugye akkor biztos, hogy a Stadion utcáról olyan izék voltak, hogy na most ilyen, meg olyan, azt mondták, hogy nem vagy normális. Úgyhogy. Na mindegy, mondom, megpróbáljuk, és akkor elkezdtük ez pontosan 96-ban volt, akkor kezdtük el a szezont. Nem volt könnyű. Itt, amikor ide kerültem, teljesen amatőr szintre, teljesen olyan feltételek voltak, hogy az ember azért újra kellett mindent kezdeni. Hiába hokiztam 25 évet, nem tudtam, hogy kell oktatni, nem tudtam a gyereknek elmondani, hogy mit kell csinálni, újra kellett olvasni. Így kezdődött át az utánpótlás, és a te irányításoddal 98-ban és 99-ben OB1-ben, ami hát a négy kiemelt csapaton kívül az első osztály volt. Először második lett, aztán első lett, ugye? Hogyha én ezt jól sejtem, egy nagy tapsot hadd kérek szépen. Voltak éppen ez a Győri Jégsport legnagyobb sikere. Elkezdtünk az utánpótlással is foglalkozni, és akkor mondtuk, hogy hát a gyerekeknek valamilyen példamutatás, valamit lássanak, akkor csináljunk egy felnőtt csapatot is, és azok a játékosok, akik kiöregedtek Fehérváron utána, azokat mind próbáltuk ide csábítani, és sikerült is egy olyan csapatot összekovácsolni, amelyikkel elég sikeres volt a Győri jégkorong. Az utánpótlásra visszatérünk, mert nem sokkal később már azé lett a főszerep, viszont itt az imént említettük már az inline-t, és itt ül az inline szakág vezetője. Hogy alakult ez ki? Mivel nem volt jégidőnk, próbáltunk azért
készülni fizikailag, technikailag. Nem tudom már, hogy hol láthattam én ezt meg, de elkezdtünk, amikor leolvadt a jég, letakarítottuk a betont, és labdával elkezdtünk görkorcsolyával hokizni. És hát ha már csináltuk, gondolom, így voltunk a többi dologgal is, próbáltuk jól csinálni. Először egymás között rivalizáltunk, majd nagy örömünkre megvertük a Szombathelyt. Aztán a Macot, aztán akik erre tévedtek. Egyszer csak az volt a vége, hogy már mindenkit megvertünk. Azóta megvertük a szlovákokat, akiknél valamivel komolyabban veszik ezt a sportot. A másik, ami még örömteli, sőt talán még nagyobb örömöm, hogy az osztrákokat is többször megvertük, meg kiütöttük a följebb kerülésüket. Tehát eljutottunk a sok mínuszból a pluszba. Pillanatnyilag a világ ranglista 9. helyén vagyunk, ha jól láttam a dolgokat. Ez azt jelenti, hogy 8 csapat előz meg bennünket, aki kizárólag tradicionálisan nagyon komoly jégkorong hatalmak. Tehát most ma már, hát nem azt mondom, hogy eséllyel tudunk bárki ellen kiállni, de hogy nem hagyjuk magunkat, az biztos. A hűtőház annak idején, amire itt volt, az keresett meg bennünket, hogy vegyük fel a nevét és legyünk sportegyesület. Így kezdődött. Utána a Mirelit termékváltásot és Arvit lett, és egyik reklámhordozónak akarták, hogy mi legyünk. És tulajdonképpen oda jól sikerült, hogy volt egy közvélemény kutatás, ahol kérdezték, hogy az Arvit mi, és azt mondták, hogy hoki csapat, mert ma obegyesek voltunk. És annyira jól sikerült neki a marketingük, hogy a közvélemény kutatásban nem az volt, hogy az ötborsó, hanem az lett a vége, hogy hoki csapat. Mint Dobi egyes voltunk ma Arvit, és akkor megkeresett bennünket a Tulner Matyi és a Csákány Öcsi bácsi, hogy mivel nagy tradíciója volt a jégkorongnak Győrbe, vegyük fel az Eto nevet. Öcsi bácsik írtak egy ilyen meghatalmazást, hogy vegyük fel, és jogilag nem volt probléma, és akkor onnantól lettünk Eto HC. Itt ment az OB1, és akkor az utánpótlás már kezdett úgy mostanra lenni, hogy nem volt rá pénz. És akkor a szülők Gömir Árpi vezéletével kitalálták azt, hogy csináljunk egy alapítványt, ami ugye már akkor már ment az, hogy már felnőtt elviszi a pénzt, ezt tudod, minden egyesületekben megvan ez, hogy mindenki lopja a pénzt, mindenki elviszi, csak senki se segít. És akkor az Árpinak az ötlete volt az, hogy csináljunk egy alapítványt, és onnantól kezdve az utánpótlás megy. Ennek később lesz majd szerepe a fedésnél, meg az üzemeltetésnél. Mert mi a Tibivel kitaláltuk azt, hogy ugye itt üzemeltetési gondok voltak, nem kaptunk jeget, horrorpénzt kértek a jégért, és a Tibivel mi kitaláltuk azt, meg a szülők, hogy 70%-a a várost átvesszük üzemeltetésre a jégpályát, akkor 10 millió volt a pálya üzemeltetése, 7 millióért átvesszük a pályát, amit később Bocskai Gabi ugyanezt a szerződésünket elkért, és ugyanúgy kivette Fehérváron annó a pályát a várostól, csak ő 100%-kal, na mindegy. És az volt a pekjünk, hogy olyan ügyesen manővereztek a akkori sportvezetők, meg a város, hogy mikor írtuk alá a szerződést, kiderült, hogy a bevételt kivették belőle. Nem 7 millióval üzemeltettük, csak 5 millió, meg 2 millió volt a egy bevétel. És ez egy nagyon inkorrekt volt, ráadásul a bajnokság ki volt írva, minden már, mi is tudtunk visszakozni, és beleugrottunk úgy a pálya üzemeltetésbe, hogy az egyesület sérül, és akkor visszahívtuk a Tister Károlyt, mint a régi üzemeltetőt, és így üzemeltettük 5 évig. Csak a végére már annyira kevés volt a pénz, hogy belefutottunk a mínuszba. A lényeg az, hogy a város rendes volt, kifizette, és abban is rendes volt a város, és most jövünk vissza a alapítványra. Látták, hogy jó üzemeltetjük, meg a sport, meg az óvodás, minden ment. Az a döntés jött, hogy csinálunk egy alapítványt, más költségekkel, más szerződéssel újra üzemeltethetni, vagyis a jégkorong nem kerül ki. Én 2009. március 3 óta vezetem a Győri Jégsport Alapítványt. 2010-ben az önkormányzatnál jártunk a fogadó épületnek a megvalósításának a céljából. A fogadó épületet az önkormányzat 140 millióból hozta létre. Egy nemzetközileg azért, aki már végigjárt a idősebb úriemberek között, és akik már régebben járnak itt, azért meg lehet nézni, tényleg nemzetközileg elfogadott minden. Tehát ez 2010-ben került átadásra, 2012 és 2013-ban
került sor a második ütemnek a megvalósítására. Tehát az önkormányzattal egy olyan megállapodás történt, 3 ütemben fogjuk felújítani, illetve beruházásokat fogunk végezni a műjégpályán. Tehát ebből az első ütem, illetve a második ütem az már megvalósult, a harmadik ütem van most az úgynevezett TAO bizottság előtt, aminek a tervezési díjait a győri jogúvárosi önkormányzat teljes mértékben kifizette, illetve elkészítette. Hát a jövőre való tekintettel, tehát szeretnénk megvalósítani azt, hogy egy új pálya legyen, egy korszerű, illetve a pálya elé egy fogadó épületet fogunk elkészíteni. Ezt természetesen a társasági adóból szeretnénk megcsinálni. Önkormányzattal nagyon jó a kapcsolat, és az egyesülettel és az alapítvány közösen végzi a mindennapi teendőket. Úgy nem tudunk felnőtt csinálni csak győriekből, meg csak a gyerekeinkből. És mindig egy magot kell hozni hozzá, aki mellett fölnő egy generáció. Hát itt az elég nagy nevek megfordultak, Hudáktól kezdve, Sofron testvérekig, Puska, Oleg. Én a jövőképben azt látom, hogy most már ugye ifi korú gyerekek már azért kezdenek följönni. A létszám egy ilyen szintű csapatnál, ahol elindulsz 15-16-17-tel egy előkészítő kölyök, mire serdülő leszel, már kopnak a gyerekek. És ugye itt van egy olyan gond, hogy ifiben már csak 6 gyerekünk maradt ebbe az évbe. Most annyit tudunk csinálni, hogy vagy elpasszoltuk közös csapattal MTK-hoz, vagy elmentek Debrecenbe. Így megpróbáljuk azokat a nagy gyerekeket, akik már aki juniorba megy, az Ottónak a fia, ami a Debrecenbe a juniorba játszik, ezeket próbáljuk úgy szem előtt tartani, ne hagyják abba, mert így egy győri mag is tud mellé, és mellé sajnos kell hozni, az biztos, hogy kell játékost hozni, hogy egy csapat összeálljon, ugyanúgy, mint annak innen a Farokékat idehoztuk. Csak most nehezebb, mert nagyon sok a csapat. Mindenhogyan 2 éven belül, főleg ha meg lesz a felújítás, mindenhogyan szeretnénk felnőttbe valami szinten elindulni. Csak egy másik probléma van, itt ha még nem találunk egy főponzort X összeggel, addig ezen az úton ilyen amatőr szinten tudunk felnőttbe elindulni. Szeretném, hogyha minden 4-en elmondanák a legelső gondolatot, ami eszükbe jut a győri jégkorongról, a győri jégsportról. Világbajnoki döntőt játszunk, 2-szer megnyerjük a VB-t a inline hockeyban, a mi OB1-es szintünknek megfelelően divízió 1-et. Valahogy nem tudom, motivációban vagy bármiben, vagy propagandában utol kéne érni szerintem az eredményt, mert valószínű tartom, hogy nem sok csapatsportágban van nekünk világbajnok. Józsi, a túloldalon. Nem véletlenül maradtál itt Győrben, szerintem számodra mindent a győri jégkorong jelent. Ugye 96-tól, ahogy ide kerültem, attól a perctől kezdve. Erre születtem, ezt szeretném továbbadni, meg azért dolgozok, hogy itt egy pár éven belül azért felnőtt jégkorong legyen, és legalább olyan hangulat legyen, mint Fehérváron, és meglássák azok az emberek, akik annak idején negatív dolgot mondtak, hogy itt soha nem lesz jégkorong, azoknak azoknak megmutassuk, hogy igenis lesz itt jégkorong. Ezt sok sikert kívánunk, Zoli! Én úgy látom, hogy van jövője, hát logikus, hogy van jövője, nem azért csinálja, nem azért csinálja a város, azért nem csináljuk mi, hogy ne legyen jövője. Itt a pálya meg lesz, 2 év múlva szerintem, akkor kell nekünk már valami produkálni. És itt az a cél, hogy ez a létesítmény korszerű legyen, modern legyen, megnyugtató legyen, igaz, győrbe legyen OB1-es hoki, és benne legyünk, visszakerüljünk a körforgásba, és ugye itt van az, hogy mi szerintem túl megelőztük a szekeret. Lőrinc? Hát én szeretném megvalósítani a harmadik ütemet mindenképpen. Győrnek egy méltó jégpályája legyen, hogy el lehessen mondani, hogy nem egy sátras, fedett jégpálya van, hanem egy tényleg olyan, hogy itt az országban az egyik legkorszerűbb, legkiemelkedőbb, hisz körülöttünk minden sportcentrum van, Etóparktól kezdve épül az új kézilabdapálya, tehát ne ezen a maradi szinten maradjunk, hanem egy kicsit előbbre lépjünk, illetve végre legyen egy OB1-es csapat, ahol hát többek között az én fiam is egy ízbe legalább játszom a pályán. Utána kérdeztem, hogy van ez a TAO-s pályázat, ami a győrieknek van a pályaépítésre. Mi is nagyon régóta szeretnénk, hogyha itt Győrben lenne a jégpálya, hiszen ez egy olyan stratégiai pont lenne Szlovákiához, Ausztriához, itt rengeteg, most van közös liga a szlovákokkal, osztrákokkal,
különböző csapatok, Debrecen is többek között ebben játszik. Sokkal logikusabb lenne Győrből szervezni mondjuk Pozsonyban meccseket, meg Bécsbe. A Tibiek ezt nagyon megcsinálták már az inline hokiba, hiszen ők részt vettek az osztrák inline bajnokságba, és része voltak ennek. Úgyhogy én nagyon bízok benne, hogy ott van a két miniszternek az asztalán, a Balogh Zoltán és a Varga Mélyár úr asztalán, és aláírják a viszonylag egy 300 millió forintot meghaladó támogatást, ezt a két miniszternek alá kell írnia, és ez remélhetőleg még idén megszületik, és akkor lehet a TAO-s pénzre gyorsan elindulni a cégek fele, és akkor talán jövőre egy beválasztást is meg lehet kezdeni, és akkor már nem egy ilyen sátras pálya lesz. És ami még érdekes, amit itt nem merült föl, de ezzel mindig mosolyogtunk itt, hogy azért ez a palánk, ez még a Budapest Sportcsarnoknak a hivatalos palánkja, ahol 83-ban világbajnokságot rendeztek, és jó szerepet váltott. Itt az a régi palánk van azért, mert hogyha nem lenne jó ide, de azért azt gondolom, hogy a palánk is, meg a sátras pálya is már kicsit túlhaladta a korát, és ahhoz ilyen, van egy gyönyörű, szép tip-top kis edzőpálya, és van mellett egy kicsit ilyen, hogy mondjam, egy kis cirkuszi sátorszerű valami, azért biztos, hogy megérdemli a város, hogy ez egy tényleg egy komplet létesítmény, ne csak a kis pálya legyen ilyen kick park, hanem tényleg a nagy center pálya, és remélhetőleg ott akkor minden korosztályban és felnőttek között is egy méltó körülmények lesznek a győrieknek. A jegeseknek a jövőbeni sikerekhez természetesen mi is sok szerencsét és kitartást kívánunk. Magazinunk zárásaként, ahogy azt megszokhatták, következik egy sportbeharangozó, amiben megmutatjuk, hogy hol, milyen eseményeken lehet szurkolni a győri sportolóknak. Hamarosan kezdődik a Mezőköves Zsori Győri Eto labdarúgó bajnoki mérkőzés. Szerdán folytatódnak a labdarúgó magyar kupa összecsapásai. 17 órakor Kaposváron lép pályára a Győri Eto FC. A bajnokságban néhány hete megszenvedtek a győzelemért a zöldfehérek a Rákóczi ellen. Most sem lesz egyszerű dolga a Pintér legényeknek, ha nyerni akarnak. Csütörtökön 18 órától női kosárlabdával folytatjuk. A hatagróni Győr az Euróligában az olasz Skiót fogadja az egyetemi csarnokban. Ezúttal sem a győri lányok számítanak esélyesnek, de az biztos, hogy mindent megtesznek a tisztes helytállásért. Két nulla pontos csapat találkozik egymással a Futsal BL elit körében. Ugyanebben az időben csak a magvasi csarnokban a Rábeto FC is bizonyíthat. A győriek soron következő ellenfele az Aramis lesz. Pénteken aztán férfi kosárlabdázóink is pályára lépnek az egyetemi csarnokban. 19 órától a Győr Szószese az MTK-t fogadja. Nem lesz könnyű dolga Rátvai Tamás fiainak, hiszen ellenfelük eddig csak egyszer kapott ki, és jelenleg második a bajnokságban. Szombaton 15 órától a másodosztályú Gyirmot a Szolnokot fogadja hazai pályán, a labdarúgó MB2 16. fordulójában. Nem várt sokat Pintér Attila, hogy belenyúljon a csapatába. Vasárnap 16 óra 30 perctől a Győri Eto FC a Diós Győrhöz látogat, az NB1 16. fordulójában. A két együttes idén már találkozott egymással, akkor csak döntetlenre futotta a győrieknek hazai pályán. Ez alkalommal sem lesz egyszerű elhozni a 3 pontot idegenből. A sportos hetet női kosárlabdával zárjuk. 18 órától a hatagróni Győr számára megkezdődnek az NB1-es küzdelmek is. A győri lányok első ellenfele ebben a sorozatban az MTK lesz, amelyet hazai pályán kell majd legyőzniük. Szurkoljanak önök is velünk a győri sportolóknak, ezt tesszük mi is. Végezetül pedig játszunk, ahogy azt már megszokhatták, illetve eredményt hirdetünk. A múlt héten ugye azt kérdeztük önöktől, hogy mennyi lett a végeredménye az Eto Szese Balatonfüred férfi kézilabda NB1-es mérkőzésnek. A helyes válasz az volt, hogy 27-25-re győzött az Eto Szese, azaz Magyi Serra tanítványai megszerezték első igazán komoly skalpjukat. A helyes válasz beküldője Mészáros Péter, neki szívből gratulálunk, az övé a Cinema City által felajánlott két mozijegy. Ugyanezen két mozijegyért fogunk ezúttal is játszani. Az új kérdésünk pedig úgy hangzik, mi a címe a győri Audi Eto KC előző szezonját bemutató és feldolgozó könyvnek, kiadványnak. A helyes válaszokat, egyáltalán a megfejtéseket a sportkukac.gyorplus.hu e-mail címre várjuk. Ennyi fért magazinunkban, reméljük, hogy élvezték a velünk töltött 55 percet, tartsanak velünk legközelebb is, a viszontlátásra! We'll be right back.
A műsorvezető öltözetét a világmárkákat is forgalmazó Griff Collection üzlethálózat biztosította. A műsorvezető frizuráját a Villainyú Style készítette. Lép ki a hétköznapokból. A játékhoz a nyereményt a Cinema City ajánlotta fel. Műsorunkat támogatta a Patent csoport. A minőség biztonsága a biztonság minősége.